Ruhákat hoztak a nappali melegedőnek a vasvári diákok. Ők is csatlakoztak az úgynevezett Szabadfogas országos kezdeményezéshez. A tanulók összegyűjtötték a már nem használt ruhadarabokat, így női, férfi és gyerek ruhákat adományoztak a rászorulóknak. Az ötletet az interneten látták a diákok. Elmondtuk az osztályfőnökünknek, nagyon támogatta az ötletet, elmondtuk az igazgatónőnek is, az egész tanári karról összefogva nagyon támogatták. Elkezdtük az iskolában gyűjteni, és az összegyűlt egy adag meleg ruhát elvittük az oltalom alapítványnak. Végül az egész iskolát bevonva összesen 20 zsák ruhát sikerült gyűjteniük. A nappali melegedőbe érkezők nagy részének szüksége van a meleg ruhaadományokra és az ellátás mellett. Elég nagy mennyiségűt gyűjtöttek össze a gyerekek. Volt egy olyan család, aki 6 nagy szatyorral várt minket, egy belvárosi egyik második emeleti lakásáról hordtuk le, és majd azt követően szállítottuk ide. És természetes az ilyen felhívásnak mi is igyekszünk minél előbb eleget tenni, és a jövőben is, bármikor, ha bármilyen ilyen jellegű hasonló felhívás lesz, akkor természetesen mi is Nyíregyházán szeretnénk csatlakozni az országos programhoz, ha segíteni tudunk. Az oltalom szeretett szolgálatnál azt mondták, nem jellemző, hogy adományokat visznek nekik. Az ünnepek körül és a téli időszakban valamennyi ruhát és ételt kapnak. Ezeket mindig rászorultság alapján osztják ki a nappali melegedőbe érkezők között. Mindig rászorultság alapján, illetve ha az utcáról bejön egy olyan ember, akinek a ruházata megkívánja, azt természetesen lecseréljük az egészet. Nagyon sok ellátottunk, hajléktalanok kint dolgoznak a közfoglalkoztatásban. Ha az ő ruházatuk mondjuk éppen aznap vizes vagy koszos sáros, akkor aznap rögtön adunk nekik ezekből. A ruhákat idéglenesen a raktárban helyezték el, de már holnaptól elkezdhetik kiosztani a rászorulóknak.